Ebben a videóban a Történelmi Városok nyomában című videósorozaton következő részeként Hajdú-Bihar megye székhelyével, Debrecennel fogunk foglalkozni. A foglalkoztat benneteket a csodálatos város történelmi múltja, illetve a város története, mindenképp tartsatok velem! Debrecen, románul Debrecin, szlovákul Debrecin, lengyelül Debrecin, latinul pedig Debrecinum, Magyarország második legnagyobb területű és legnépesebb városa, és egyben Hajdú-Bihar megye székhelye is. A cívis városként vagy kálvinista rómaként egyaránt emlegetett város a Kelet-Magyarország és az Észak-Alföldi régió kulturális, turisztikai, oktatási, gazdasági központja, a Tiszántúl legdinamikusabban fejlődő települése. Földrajzi szempontból a Hajdúhát és Nyírség között Romániától 35, Budapesttől 230 kilométerre fekszik, lakossága pedig egy 2021-ben kelt népszámlálási adat szerint 200.974 fő. Debrecen nevét először a 13. században említik írásos emlékek Debrecun néven, habár történelme jóval a honfoglalás előtti időszakból az ókorból származtatható, amikor is különböző népcsoportok, például vandálok, gótok és avarok népesítették be területét, sőt, már a rómaiak is üzemeltettek itt katonai telepet. Anonymus írásai szerint a honfoglaló magyarok egy Mén Marót nevezetű bolgár fejedelemtől foglalták el és lakták a vidéket, ami azt jelenti, hogy Debrecinum ősi magyar város. Ezt bizonyítja az is, hogy egyrészt már a 11. század első felében is rendkívül fontos térség volt, másrészt először városi jogokat II. András királytól kapott, harmadrészt Debrecun néven három falu egyesüléséből keletkezett a 13. század közepén. Ez a három falu a névadó település Debrecun, illetve Boldogasszony és Szent László falva volt. A város a tatárjárást követő időszakban kezdett el felvirágozni, s oly mértékben sikerült a fejlődés útjára lépnie, hogy a középkor egyik leggazdagabb és meghatározóbb városává lépett elő, melyhez nagyban hozzájárult az úgynevezett debreceni dósa munkálkodása is. 1245-ben a mai nagy templom helyén felépült régi temploma, később a Csák Máté elleni küzdelmekben is hűségesen megállt a helyét, így Nagy Lajos király mezővárosi rangra emelte 1361-ben, majd 1450 és 1502 között a hunyadiak birtokát képezte. A 15. században számos kiváltsággal gazdagodott, melyek közül a legfontosabb az volt, hogy megkapta a vásártartás jogát földesurától, amely csak még jobban fellendítette fejlődését. Életében az ország a török hódoltság idején végbe ment három részre szakadása sem okozott különösebb törést, hiszen a marha kereskedelem miatt tovább folytatódhatott kereskedelmi fellendülése. Ennek oka elsősorban az volt, hogy az Alföldet a Felvidékkel és Erdéllyel összekötő útvonal mentén helyezkedett el, s így a kereskedők szabadon üzletelhettek boraikkal, haszonállataikkal és búzájukkal. Az egyetlen problémát esetében az jelentette, hogy földrajzi fekvéséből is adódóan sem városfallal, sem pedig végvárral nem rendelkezett, amely miatt rendszeresen került nehéz helyzetbe. Szorult helyzetéből kizárólag a városatyák lavírozásai, valamint a terjeszkedő törökök és osztrákok, illetve Rákóczi Ferenc fejedelem támogatása lévén tudott kijutni. Ezt a nehéz helyzetet csak tetőzte, amikor a területén élő katolikus gyülekezet az 1536-ban a hazánkba bejutó egyházreformnak köszönhetően 1552-re teljesen eltűnt a városból.
Végső soron az örökös kiútkeresés nagy valószínűséggel hozzájárulhatott ahhoz is, hogy Debrecenum lakossága nyitott volt az újabb változásokra, így könnyedén rá tudtak térni a reformáció útjára, ami azt eredményezte, hogy a 16. század közepére már az akkori városlakók kivétel nélkül protestánsokká lettek, és így joggal nevezhették el a máig is ismert nevén kálvinista rómának. A 17. századra azonban a gazdasági jólét napja leáldozott számára, hiszen egyrészt nem kapott támogatásokat a török és Habsburg csapatoktól, másrészt a török időkben kiadott fermánok sem voltak érvényesek rá. Ez a fajta összeomlás először azt eredményezte, hogy fosztogatások és rablások kezdődtek a térségben, később a török Habsburg béke felbomlása ellehetetlenítette a más országokkal, különösen Erdéllyel folytatott kereskedelmi kapcsolatát. Mindennek a viszontagságos helyzetnek ellenére 1693-ban szabad királyi városrangra emelkedett, majd 1715-ben visszatértek a katolicizmus követői és felépítették a ma is a város egyik műemlékének számító, és egyben a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye széktemplomát, a Szent Anna székesegyházat. Debrecenum területén azonban az 1800-as év nem volt mentes katasztrófáktól. 1802. április 11-én hatalmas tűzvész pusztított a városban, melynek áldozatául esett a mai nagy templom elődje, a Szent András templom is. A lángok terjedését nagyban elősegítették a rekkenő hőség mellett az erős alföldi szelek, melyek hatására kevesebb, mint 5 óra leforgása alatt 1500 ház vált a lángok martalékává, köztük Csokonai Vitéz Mihály szülőházával. 9 esztendővel később 1811. április 3-án újabb tűzvés söpört végig a városon, amelynek következtében 3300 lakóház pusztult el a déli részén. Ennek hatására lakói úgy döntöttek, megpróbálnak tűzbiztos építkezési stratégia szerint hajlékot teremteni maguknak, s gyakorlatilag emiatt kezdtek el téglaépítésű házakat felhúzni városszerte. A 19.-20. században újabb rohamos fejlődés indult Debrecenben, amely mellett a régebben kialakult konzervatív szemléletét megtartotta magának. A történelem során 2 alkalommal is fontos szerepet kapott, hiszen 1849-ben Kossuth Lajos a református nagy templomban hirdette ki a Habsburg ház trónfosztását, illetve Magyarország első fővárosaként is kiemelt szerephez jutott. Tanúja volt a szabadságharc augusztus 2-ai utolsó csatájának is, aminek alkalmával a Habsburg szimpatizáns orosz sereg győzelmet aratott a mai honvédség elődje felett. A szabadságharc leverése után ismét felvirágzásnak indult, amelynek első állomása a Budapesttel összekötő vasútvonalának 1857-ben történt kiépítése volt, s ebből kifolyólag vasúti csomóponttá válhatott. Területén egyre több villa, kórház, iskola, malom, gyár, bank és biztosítási intézet telepedett meg, sőt parkokat is létesítettek, amely momentumok mind-mind rásegítették a nagyvárossá válás rögös útjára. Ez a változás azonban nem tartott sokáig, mivel egyrészt az első világháború után lezajlott Párizs környéki békék során elcsatolták az országtól Partium egységét, illetve a polgáriasodás korában mind lejjebb csúszott fejlettségben. Partium elcsatolásával ráadásul határközi várossá lépett elő, és megszűnt a nagyváraddal vívott konkurenciaharc is számára. A tovább történő lecsúszástól azonban a gazdasági válság idején a turizmus és tudomány kialakulása nyújtott számára kiutat. A nagy erdőben sport- és szabadidőközpontok létesültek, uszodák épültek, a településhez tartozó Hortobágyi Nemzeti Park pedig igazi turista látványossággá alakult.
1944-ben Debrecenum hatalmas károkat szenvedett el a II. Világháborús bombatámadások kapcsán. Épületeinek fele elpusztult, 20%-a pedig megrongálódott. A súlyos károk helyreállítására háború után került sor, azonban a világégés előtti állapotok visszanyerésére már nem volt lehetőségük. Ugyancsak megemlítendő, hogy ebben az időszakban újból Magyarország fővárosává lépett elő, hiszen két politikai formáció, az ideiglenes nemzetgyűlés és nemzeti kormány is itt ülésezett, utóbbi 100 napig tette képviseletét a településen. 1956. október 22-én a Kossuth Lajos Tudományegyetem hallgatói csatlakoztak a MEFESZ-hez, ami kirobbantotta az 1956-os forradalmat a városban. Ugyanezen a napon az egyetem diákjai 20 pontba foglalták össze követeléseiket, amelyekben kérték a határon túli magyarság égető problémájának megoldását is. Érdekességképp még megjegyzendő, hogy egy nappal később, október 23-án az első sortűz is a településen dördült el, ami két diák életét követelte, azonban ennek ellenére véresebb harcokba sosem bocsátkozott a forradalom alkalmával. Az októberi forradalmat követően azonban a MEFESZ tagjaira kőkemény megtorlás várt, hiszen börtönbüntetésre ítélték, a Szegedi Tudományegyetem diákjainak vezetőit, akik közül dr. Perbíró József professzor életfogytig, Kis Tamás első fokon 8, másodfokon 5, Baróti Dezső szegedi rektor 1, Tóth Imre pedig államtitoksértés súlyosbító terhe mellett első fokon 10, másodfokon pedig 6 év szabadságvesztést kapott. Napjainkban Debrecen a Tiszántúl legnagyobb városa és egyben Magyarország egyik legsokszínűbb településeként írta bele magát a történelembe. Remélem érdekesnek találtad ezt a videót. Ha igen, ne felejts el lájkot nyomni, illetve feliratkozni csatornámra, hogy mindig első kézből értesülhess a legújabb tartalmakról. Találkozzunk a következő videóban is. Sziasztok!